Az EBUGATTA 16 éve alatt Juhász Csaba professzor urat rendszeresen láthatták műsorunkban, rendezvényeinkben, és természetesen most itt a Centrum TV-ben is szeretettel köszöntöm, és most már előttem az utódom, remélhetőleg az ifjabb Juhász urat is köszöntöm, illetve a két kutyátokat, hát itt a nézőknek mindig be kell mutatni. Lizit ismerik azért elég sokan, én mondjuk az új szerzeményt még nem igazán ismerem, kicsoda ő. A kis, egy fiatalabb kiskutyánk, Fenk néve hallgat, és ő egy helyett kankutya. A mai témánkban egy kicsit arról szeretnénk beszélgetni, hogy mi történik, hogyha véletlen otthon egyedül van a gyerek a kutyával, és valami történik, valami váratlan vészhelyzet, állatorvosi vészhelyzet. Először is honnan tudjuk azt, doktor úr, hogyha a kutyánknak valami baja van? Megváltozik a viselkedése, ha az étvágya esetleg elmegy, vagy ha egyensúlyvesztése van, furcsán viselkedik, akkor mindig gondolni kell ilyenre. Ugye most szerintem az egyik legaktuálisabb dolog a darázscsípés, mert rengeteg darázscsípést kutyáról hallok most. Mit kell ilyenkor tenni? Attól függ, hogy hol csípi meg a darázs. Ha a legrosszabb esetet veszük, hogy bekapja is a szájába, netán mélyebben a torkon, akkor sürgős ellátást igényel állatorvosit, ezt nem tudjuk házilag akkor megoldani, akkor egy teendő van, mi hamarabb egy olyan állatorvosi rendelőt keresni, ahol ellátást tudnak azonnal biztosítani. Ez esetben gégeödéma vagy tüdőödéma miatt akár el is pusztulhat. Ha időbe kap segítséget, vénába vízhajtót és antihisztaminokat, akkor meggyógyul a kutya, tehát ez embernél ugyanez a helyzet. Ha csak a bőrén csípi meg valahol a testszerte, az azon kívül, hogy kellemetlen, azért az nem lesz életveszélyes sérülés. Ilyenkor ugyanezeket a szereket azért, ha megkapja, lehetőleg mi hamarabb, akkor ezek a kellemetlen tünetek sokkal hamarabb fognak elmúlni. Nagyon sok kutyást olvasok mostanában az interneten, akik az interneten egymástól kérnek állatorvosi tanácsként segítséget. Erről mi a véleménye? Például a kistestű fajtás csoportokban rendszeresen olvasom, hogy hány a kutya hasmenése van, és jobbnál jobb humán gyógyászati termékeket ajánlanak, hányás csillapítókat, hasmenésgátlókat a kutyáknak. Szabad-e ilyet csinálnunk? Hát sajnos az a baj, hogy sokszor laikusok ajánlgatják ezeket a termékeket, ráadásul főleg a kistestű kutyáról beszélünk, de még a nagyobbról is, az emberhez miért dózisokat kellene kiszámolni, és van egy nagyon sok olyan gyógyszer, ami az emberek súlyához van kalkulálva, még csak nem is a gyerekeknek vagy a csecsemőknek való változatot adják a kutyának, és az bizony sokszor gavallíros dózisokat adnak a kutyáknak, csodálom, hogy kibírják, ezzel komoly károkat is lehet okozni. Ha csak abban gondolunk bele, hogy antibiotikumot kezdenek össze-vissza adni a kutyának, ugye nem szakszerű dózisba, illetve nem megfelelő ideig. Ha tudni kell azt, ha elkezdünk egy antibiotikum kúrját, azt minimum 5 napig adni kéne, akkor is, ha közben meggyógyul és teljesen panaszmentes, akár az ember, akár az állat. Ha ezt nem tesszük meg, vagy a dózis nem megfelelő, akkor könnyen kialakulhat rezisztencia, és hát sajnos az antibiotikumoknak azért van mindig egy újabb generációja, mert az előzőt már a baktériumok megszokják. Volt-e ugye velük együtt nőttél föl? Volt már olyan, amikor valami vészhelyzet kerekedett, amit neked kellett megoldani? Kutyás ügyben? Nem nagyon volt. Könnyű így a családban, hogyha ugye apa állatorvosról van szó. De azért mik azok a napi teendők, feladatokat, amiket te látsz el a kutyák körül? Hát meg kell őket sétáltatni. Etetni gondolom. Igen. És látom, van nyakkörvis valamiért a kutyám? Milyen nyakkörvis az? Hát rajta van a telefonszám, a neve, hogyha esetleg elveszne, vagy elkoborolna. És mellette? Mellette van ez ilyen kullancs ellen, bolha elleni nyakörv. Látom a doktor úr mind a két kutyáján ilyen hosszú ható anyagú bolha kullancs elleni védelmet választott, és gondolom mikrocsipa van még ugye a biléta mellett, és ez minden kutyában kötelező és fontos? Ma már kötelező a mikrocsip, elég kevés kutya, amivel találkozunk, hogy nincs benne. A bolha kullancs védelem pedig sajnos elengedhetetlen, nagyon sokféle termék van forgalomba, nem lehet olyat találni, amire 100%-os védelmet lehet garantálni, de ezek a modern hatóanyagok azért ezek elég stabilak. A nyakörvet azokra a kutyákra szoktam ajánlani, amelyik ugye nem veszíti el, vagy játék közben nem szedik le egymásról, mert ahhoz drága, hogy elveszítsék, viszont így ez kényelmes, ezek 6-8 hónapot is bírnak. Röviden összefoglalva egy kicsit, most kitértünk ugye a felelős állattartásos fontos tudnivalókra is, hogyha vészhelyzet van, mikor forduljunk az állatorvoshoz?
A baleseteknél, sérüléseknél, főleg akkor, hogy ez vérzéssel, nyílt sérüléssel jár, netán autóbalesetnél, akkor mindenképpen. Ha sose tudjuk megállapítani az első sokk után, amikor még a fájdalom nem is jelentkezik, hogy mennyire komoly lehet a sérülés. A belső sérülések nem azonnal jelentkeznek, ami ilyenkor gyakran előfordul, az máj vagy léperpedés, ami vérzéssel jár, és hát ezeknek természetesen akár egy-két nap múlva lehet komoly, akár halálos kimenetele. Ma már a technika annyira fejlődött, hogy majdnem mindenhol van jó minőségű ultrahang, illetve röntgenberendezés, hogy elég egyszerű a diagnózis, de ezt elmulasztják, és nem időben kapja meg a kezelést, akkor bizony sajnos visszafele az időben nem tudunk menni sokszor. De akkor mindenkinek ajánljuk, aki néz az e-bugattát, hogy ne a fórumokon irogassanak egymásnak, hanem hogyha hányuk a kutya hasmenése van, megcsípi a darázs, vagy bármilyen baleset történik, azonnal forduljanak állatorvoshoz. Köszönöm szépen, hogy eljöttetek. Nagyon szívesen.